Szükséges-e a kis- és középvállalkozásoknak a marketing kommunikáció? Mit jelent a digitális felzárkózás, és kit érint a generációváltás? Milyen ösztönzőkkel lehet megtartani egy munkavállalót? Ilyen és hasonló kérdések fogalmazódtak meg a Paktum projekt keretében Balatonfüreden tartott vállalkozói workshop alkalmával. Nagyon fontos témáknak tartom manapság a marketinget és a különböző technikai vívmányoknak az alkalmazását. Erről érdemes kisvállalkozóként is nagyon képben lennünk és tudnunk és haladnunk akkorral, illetőleg nagyon sok vállalkozást érint a generációváltás kérdésköre, ebben is jó gyakorlatokat érdemes kicserélni, illetve hát a foglalkoztatás, ami egy örök kérdés, ebben is vannak olyan új utak, amiket érdemes megbeszélnünk. A kicsiknek nincs könnyű dolguk, nincs külön marketingesük és nincs külön HR-esük és egyebek. Én azt gondolom, hogy elég annyi, hogy tudatában legyünk annak, hogy haladnunk kell és változtatnunk kell, és ha szükséges, és eljutottunk fejben odáig, hogy igen, meglépjük azokat a dolgokat, amit már a nagyobb cégek is alkalmaznak, akkor érdemes egy szakértő segítségét kérni. A munkaerő egy sarkalatos kérdés itt a Balaton környékén most már évek óta. Erre milyen megoldási javaslatok vannak? Nagyon sok új atipikus foglalkoztatási forma jelenik meg. Nyilván ez a vendéglátásban dolgozóknak kevésbé lehet jelent megoldást, hogy mondjuk home office-ban, tehát otthonról dolgozzon mondjuk egy pultos, nyilván ez teljességgel lehetetlen, de azért mégis egyre több olyan dolog van, amire érdemes munkaadóként nyitott szemmel, füllel odafigyelni, és a dolgozókkal közösen kialakítva tudunk mondjuk akár egy munkarendet, vagy egyéb juttatási területen olyan dolgokat bevezetni, amik kedvezővé teszik a munkavállalást a számukra, és nem utolsó sorban nagyon fontosnak gondolom a munkáltatói brandépítést, márkaépítést, amelynek során tényleg egy hiteles, egy megbízható munkaadóként kell folyamatosan fellépnünk, és ezt kommunikálnunk is kell, tehát ez már a marketingnek a marketingje, mondhatjuk. A Paktum projekt ez idáig jól teljesített. A munkaerőpiaci programba 347 résztvevőt sikerült bevonni, és november közepéig 181-en jutottak álláshoz a Paktum révén, ami a 156 fős célszámhoz képest már most túl teljesítést mutat. Ennek ellenére még érdemes érdeklődni a májusig tartó program iránt, és további workshopok szervezését is ígérik a projekt munkatársai.